Üdvözöllek benneteket videónk második részében, amelyben a szorzással ismerkedünk a természetes számok halmazában. Az első részben már definiáltuk a szorzást, mint műveletet, és elmondtuk, hogy valójában összeadásként oldjuk meg a feladatokat. Kis kitérőt tettünk a szorzótáblára, és láthattunk feladatokat egyegyű, illetve többjegyű számokkal való szorzásra. Második részünkben a szorzás tulajdonságaival ismerkedünk meg, illetve megtekintjük a szorzás kapcsolatát az összeadás és a kivonás műveletére. Nézzük akkor a tulajdonságokat, amit valójában onnan kezdünk, ahonnan az előző videóban befejeztük. Láthatunk, amikor összeszoroztunk természetes számokat, hogy az eredmény mindig természetes szám. És elmondhatjuk ezáltal, hogy a természetes számok halmaza, akár az n, akár az n0-át vesszük, zárt a szorzás műveletére, hiszen az eredmény is mindig természetes szám lesz. Az igazi tulajdonságok azonban még csak most jönnek, és egy picit visszanyúlunk az összeadás tulajdonságaira, hiszen nagyon hasonlóak lesznek azokra a tulajdonságokkal. Az első ilyen tulajdonság a semleges elem. Mit jelent a semleges elem? Az, hogyha van egy bizonyos számunk, és megszorozzuk ezzel a semleges elemmel, akkor az eredeti számot fogjuk visszakapni. Az összeadás esetében azt mondtuk, hogy a semleges elem a nulla, míg a szorzás esetében ez a semleges elem az 1 lesz. Hiszen, ha bármelyik számot, például a 25-öt megszorozzuk 1-jel, az eredmény ugyanaz a szám, vagyis a 25. A következő tulajdonság a kommutatív tulajdonság, amit másképpen felcserélhetőségnek is nevezhetünk. Amikor ismerkedtünk a szorzó táblával, már említettük, hogy nyugodtan fölcserélhetjük a 8x9-et, illetve 9x8-at, hiszen mindkét esetben a szorzat 72. Tehát a feladattól függően végezhetjük el a szorzást, akár az egyik irányból, akár a másik irányból. A harmadik tulajdonság, ami egy kicsit már hosszabb lesz, az asszociatív tulajdonság. Az asszociatív tulajdonság azt jelenti, hogy tetszőlegesen csoportosíthatjuk a számokat, attól függően, hogy számunkra hogy a legmegfelelőbb elvégezni a szorzást. Vegyünk egy nagyon egyszerű példát, a 8-at, az 5-öt és a 4-et, ha össze szeretnénk szorozni, azt elvégezhetjük úgy is, hogy csoportosítjuk először is a 8-at és az 5-öt, ugye 8x5 az 40, és ha ezt szorozzuk 4-jel, 4x40 az 160. Ugyanezt a szorzatot elvégezhetjük úgy is, hogy most az utolsó két számot fogjuk csoportosítani, tehát ezt a szorzatot végzem először, 5x4 az 20, és 8x20 pedig ugyancsak 160. De elvégezhetjük ezt a szorzatot úgy is, hogy a két szélső tagot, tehát a 8-at és a 4-et fogom csoportosítani, először az ő szorzatukat végzem el, 8x4 az 32, és azt fogom megszorozni a fennmaradt 5-össel, 5x30 az 150, és 5x2 10, tehát összesen 160. Bármelyik módszert alkalmaztuk, láthatjuk, hogy az eredmény mindig 160. Egy praktikus jelentősége ennek az asszociatív tulajdonságnak, ha például egy ilyen feladatunk van. Szorozzuk össze a 4-et, a 39-et és a 25-öt. Ha most sorba indulnánk, 4-et és a 39-et, hát még nem is lenne olyan nehéz megszorozni, viszont azt megszorozni 25-tel egy picit bonyolultabb lenne. Viszont az asszociatív tulajdonság felhasználásával nyugodtan mondhatjuk, hogy a 4-et csoportosítom a 25-tel, hiszen 4x25 az 100, és 100-al nagyon könnyű szorozni, hiszen csak hozzá kell írni két nullát, vagyis a fennmaradt 39-et, ha megszorzom 100-zal, a két nulla eredménye, hogy az eredmény 3900. Videónk végén vessünk még egy pillantást a szorzás kapcsolatára, az összeadás és a kivonás műveletére. A következő tulajdonsággal kell, hogy megismerkedjünk. Ha van egy összegünk, akár kettő vagy több szám összegéről is lehet szó, úgy is megszorozhatjuk egy bizonyos számmal, hogy mindegyik összeadandót külön-külön megszorozzuk ezzel a számmal. Nézzük ezt úgymond képletileg. Van egy összegünk, A plusz B, és ezt az összeget kell megszorozni C-vel. Természetesen ugye a zárójel azt jelenti, hogy először elvégezzük a zárójelet, és megszorozzuk majd a végén azzal a számmal, de ugyanezt elvégezhetjük úgy is, hogy ezt a C-t megszorzom először is az egyik összeadandóval, tehát lesz A szor C,
és ezt a C-t megszorzom a végén a másik összeadandóval, és közéjük teszem a plusz jelet. A most szemléltetett tulajdonság a disztributív tulajdonság, tehát így mondhatjuk, hogy a szorzás disztributív az összeadás felett. Nézzünk ennek gyakorlati jelentőségét is, ellenőrizzük le, igazoljuk úgymond számokkal. Ha van egy összegünk 5 plusz 9, és ezt kell megszorozni 6-tal, ezt megtetjük úgy is, hogy a 6-ot megszorozom először 5-tel, majd utána pedig megszorzom 9-el. Az 5 plusz 9 az 14, ezt kell majd szorozni 6-tal, míg a jobb oldalon két szorzat található, először azt végezzük el, 5x6 az 30, és 9x6 az 54. A 14x6, 6x4 az 24, írom a 4-et, maradt a 2, 6x1 az 6 plusz 2 az 8, tehát 84, míg jobb oldalt 30 plusz 54 úgy szintén 84-et ad. Ezzel igazoltuk a disztributív tulajdonságot. Tehát egy feladatot megoldhatunk akár a klasszikus módon, hogy először az összeadást és azt szorozzuk azzal a bizonyos számmal, vagy pedig fölbontjuk tényezőkre, és azzal a bizonyos számmal egyik összeadandót is és másik összeadandót is megszorozzuk. Természetesen ez nem csak két számra vonatkozik, hanem akár háromra vagy többre is. Ugyanez a példa érvényes a kivonásra is, tehát ha van egy kivonásunk, egy különbségünk, a minusz b, és ezt kell megszorozni egy számmal, egy c számmal, azt elvégezhetjük úgy is, hogy az első számot, tehát a kisebbítendőt megszorozom c-vel, majd ezt ebből kivonom, hogyha a másik számunkat, tehát a kivonandót is megszorozzuk c-vel. Ezek alapján mondhatjuk, hogy a szorzás disztributív a kivonás felett. Viszont itt egy pillanatra meg kell, hogy álljunk. Amikor a kivonásról volt szó, már említettük, hogy a természetes számok halmazában a kivonás nem mindig végezhető el. Tehát az a minusz b csak akkor végezhető el a természetes számok halmazában, hogyha az a nagyobb, vagy pedig egyenlő, mint a b. Ebben az esetben érvényes a disztributív tulajdonság a természetes számok halmazára. Természetesen, hogyha a természetes számok halmazát majd kibővítjük akár az egész számok halmazára, akkor erre a feltételre már nem lesz szükség. És a végén igazoljuk akkor a disztributív tulajdonságot egy nagyon egyszerű kis példán. 9 minusz 4 különbséget meg kell, hogy szorozzuk 6-tal. Az végezhetjük úgy is, hogy a különbséget megszorozzuk 6-tal, vagy pedig úgymond beszorzunk, a 6-ot szorzom 9-el, a 6-ot szorzom 4-el, és a két szorzatnak a különbségét kiszámoljuk. Nézzük akkor a bal oldalt. 9 minusz 4 az 5, tehát ott majd az 5-öt kell, hogy szorozzam 6-tal, míg a jobb oldalon 9x6 az 54, mínusz 4x6 az 24. És a végén igen láthatjuk, hogy ez igazállítás lesz, hiszen 5x6 az 30, és úgy szintén 54 mínusz 24 az ugyancsak 30. Ezzel videónk végéhez is érkeztünk. Ebben a videóban, kis ismétlésképpen, megismerkedtünk a szorzás tulajdonságaival. Láttattuk, hogy a semleges elem az 1, érvényes a kommutatív, illetve az asszociatív tulajdonság, és láttattuk a disztributív tulajdonságot egyrészt az összeadásra, másrészt a kivonásra, természetesen bizonyos feltételek mellett. Köszönöm a figyelmeteket!